Sziasztok! Ma a kamatszámítás mikéntjét nézzük meg. Szó lesz az egyszerű kamatról, a kamatos kamatról és a reálkamatról is, de hoztam nektek egy kis csemegét a legvégére. Ez a kis cukorka nem lesz más, mint a folyamatos kamatozás. Nézzük meg először a kamat fogalmát. A kamat nem más, mint a kölcsönadott pénz használatáért felszámított díj. Így kamattal találkozhatsz banki lekötésnél, kötvényeknél, ezzel együtt az állampapíroknál, de hiteleknél is. Kezdésként nézzünk meg néhány jelölést, amivel máshol is találkozhatsz, és amit én is végig használni fogok. A PV, azaz a present value, a jelen érték. Ez nem más, mint az összeg, amit befektetsz, és amivel most is rendelkezel. Éppen ezért szokták még C-vel, mint capital jelölni, ami a tőkét jelöli. Az FV, a future value, az a jövő érték. Ennyi lesz a pénzedből a kérdéses időszak letelte után. Az R, a kamatláb. Ennyivel növekszik a pénzed. Ez felírhatod százalékos formában is, de akár tizedes törtként is. Alapesetben éves kamatot szoktak megadni akkor is, ha lekötési időszak nem pont egy év. Az N, a kamatozás ideje, jellemzően ezt is években szokták megadni, azaz ennyi ideig dolgozik a pénzed. Ismerkedjünk meg a kamatszámítással, az egyszerű kamat segítségével. Ez nem más, mint amikor beviszed a pénzedet, lekötöd egy megadott időre, majd a végén jóváírják az előre megadott kamatláb szerint a megszolgált kamatot. Az egyszerű kamatnál csak a tőke dolgozik, a kamat nem. A számítása roppant egyszerű. Mivel itt a végeredmény szempontjából lényegtelen, hogy 1% kamat dolgozik 5 évig, vagy 5% 1 évig, így a befektetett pénzedet szorzod az összes növekedéssel. Nézzünk rá egy számszaki példát. Van mondjuk 100 000 forintod, amit éves 10%-os kamatra fektetsz be 5 éven át. A lekötésed évente fizet kamatot, ám ezt a pénzt nem fekteted be újra, csupán az eredeti tőkét. Ekkor így fog kinézni a növekedésed. Tehát az időszak végén neked 150 000 forintod lesz. Fontos, hogy az árójelen belül a helyes sorrendben végezd el a műveleteket. Azaz a szorzást először, utána az összeadást. Ha nem így teszel, akkor teljesen más, de sajnos rossz eredményt kapsz. Addig, amíg az egyszerű kamatnál csak a tőke dolgozik, lehetőséged van arra, hogy a kamatot is dolgoztasd. Ez a kamatos kamat. Itt már gyorsabban tud nőni a pénzed, pont azért, mert nem csak a te saját tőkéd növekszik, hanem a kamatként megkapott összeg is dolgozik. Ha a számítások képletet szeretném felírni, akkor az így néz ki. Láthatod, hogy itt már nem sima szorzásról beszélünk, hanem hatványozásról. Ha az előző példa számait helyettesítjük be, akkor szembetűnő lesz a változás. Azaz csupán azzal, hogy visszaforgattad a kamatot is, szemmel láthatóan több pénzed lett. Nem mindegy azonban, hogy a kamatos kamatot egy éven belül hányszor tudod újra lekötni, azaz a kamatot is a tőkéhez hozzáírni. Itt kiemelten figyelj arra, hogy a kamat éves mértékben van kifejezve, így pontos számításhoz ne csak a periódusok számát növeld, hanem a kamatot is csökkentsd arányosan. Képlet szerint ez így néz ki. Itt az M az éven belüli periódusok számát jelöli. Azaz, hogyha fél évente kötöd le újra, akkor 2, ha negyed évente, akkor 4, ha havonta, akkor az M 12 lesz, míg ha mondjuk hetente kötöd le, akkor 52. Számolhatsz napi kamatot is, ha találsz olyan lekötési formát, ahol naponta kapsz érdemi kamatot, amit újra tőkésíthetsz. A bankok például a folyószámlán levő összegre is, és a késedelmes fizetésnél is napi kamatot számolnak. Igaz ugyan, hogy a folyószámlán levő összegre éves szinten 0,1% körüli kamat jár. Ezt visszaosztva az év napjaival jön ki a napi kamat. Ha nem te vitted el a legutóbbi lottóötöst, akkor valószínűleg nincs akkora összeg a számládon, hogy mozduljon az egyenleged. A késedelmes fizetésnél viszont már más a helyzet, ott már fogod lehetni a mozgást alacsonyabb összegnél is. De folytassuk számokkal az előző példát. Tegyük fel, hogy az előző lekötést fél évente újítod meg. Ekkor már 162.890 forintod lesz a 100.000 forintodból. Mivel itt kétszer annyi fordulatot tesz meg a lekötésed, így az időszakok számát duplázzuk. Lévén, hogy csak fél évig dolgozott a pénzed, így annak csak a felét kapod meg egy időszak alatt, tehát a kamatot pedig felezzük. Számszakilag így ugyanaz az eredmény jött ki, mint hogyha 10 éven át dolgozott volna a pénzed, de csak fele annyi kamattal. Figyelj itt is az árójelen belüli műveletek helyes sorrendjére. Nézzünk egy olyan példát is, amikor havonta történik a tőkésítés.
ekkor az n értéke 1 lesz, mivel ugye egy évről beszélünk, így elhagyhatjuk a felírásból. Az egyetlen, amire figyelj, hogy a kamatlábot mindig annyival oszd el, amennyiszer a lekötésre fordul. Bár az eltérés nem nagy, ha ugyanezt folytatod 5 éven át, akkor már a fél éves lekötéshez képest is mutatkozik eltérés. Ha jól megnézed az egyszerű kamatozás, a kamatos kamat, valamint az éven belüli kamatos kamat közötti különbséget, akkor láthatod, hogy eltérő végeredményre jutottál. A kamatos kamat számodra annyit jelent, mintha nagyobb kamatra kötötted volna a pénzedet, ugyanakkor a kockázat mellett. Ugyanakkor ez hitel oldalon is megállja a helyét, mivel ott is havonta fizeted a kamatot. Minél hosszabb a futamidő, annál több ideig fizetsz a banknak kamatot. Mivel a magasabb elért eredmény igaz volt a befektetések oldalán is, a hitelek oldalán is igaz lesz. Hiába írja ki a bank, hogy 10% a kamat, ha havonta fizetsz, azon ő valamivel többet fog nyerni. Még úgy is, hogyha nem számoljuk azt a nyereségét, hogy az általad fizetett kamatot ő újra kihelyezi. Amikor a pénzedet elhelyezed bárhova is, akkor a fő kérdésed nem az, hogy mennyi kamatot kapsz rá. Bár megkérdezed, de emögött jellemzően az szokott lenni, hogy mennyivel jársz jobban, hogyha nem költöd el most a pénzedet, hanem lekötöd bárhova is. Ezt a vásárlóérték változása mutatja meg, azaz a lekötési időszak végén a pénzedből többet vagy kevesebbet tudsz vásárolni a maihoz képest. Ezt mutatja meg nekünk a reál kamat. A nominál kamat az a kamat, amit megkapsz számszerűen. Itt jelen esetben 10%. Most viszont nem a számszaki változást szeretnénk látni, hanem a vásárlóerő változását. Épp ezért korrigáljuk az infláció mértékével. Az inflációs ráta nehezebben megfogható, mint a nominál kamat, ráadásul mindenkinél kicsit más, függően attól, hogy mit és hol szokott vásárolni. Nézzük számokban is. Tegyük fel, hogy az infláció 4%. Mivel az inflációt is és a kamatot is éves mértékben fejezzük ki, így alapesetben a reál kamat is éves mértékben fog kijönni. Itt ennél a példánál növekedett a pénzed értéke. Ha az értéke pont nulla, akkor nem változik a vásárlóerő, azaz ma pont ugyanannyit vehetsz belőle, mint egy év múlva. Így befektetés szempontjából teljesen mindegy, hogy elköltöd a pénzedet, vagy pedig befekteted. Ha viszont nullánál kisebb a százalék, akkor csökken az értéke, tehát vagy válassz egy jövedelmezőbb befektetést, vagy költsd el most a pénzedet. Nézzünk egy másik példát, amivel napjainkban is találkozhatsz. Ez a 4%-os infláció nagyjából a KSH által kimutatott szintnek felel meg. Ha egy hagyományos banki lekötést nézünk meg, akkor a napjainkban szokásos, nagyjából 0,5%-os csúcskamattal, akkor ez a számítás így alakul át. Láthatod, hogy a bankban lekötve a pénzed veszít az értékéből. Ahhoz, hogy két lekötést össze tudj hasonlítani akkor is, ha nem áll a rendelkezésedre az EBKM, jól jön, hogyha ki tudod számolni a kamatfaktort. A kamatfaktor mutatja meg, hogy hányszorosára nőtt a pénzed az adott időtartam alatt. Ez egyszerű kamatozásnál rémegyszerű. A végeredményt osztod a kezdeti tőkével, és osztod az évek számával. Itt, mivel tudjuk, hogy 5 évet dolgozott a pénzed, nagyon könnyű évesíteni, csak osztod 5-tel, és megkaptad a 10%-ot. Kamatos kamatnál már nem ennyire egyszerű, mivel ott hatványoztuk a növekedés mértékét. Így, ha pontos összeget akarunk kapni, akkor a hatványozást kell visszafelé elvégezni, azaz gyököt kell vonni. Mivel itt 5 éven keresztül dolgozott a pénzed, így 5. gyököt fogsz belőle vonni, nem pedig négyzetgyököt. Ha elvégzed a művelődet, akkor láthatod, hogy itt is kijön a 10%. A legelején ígértem nektek egy kis csemegét a végére, ez pedig nem más, mint a logaritmikus hozam. Ezt a típusú kamatozást a hétköznapi életben nem nagyon fogod használni, mert vannak számodra kényelmesebb megoldások is. Más kérdés, hogy nem véletlenül jött létre. Az 1960-as évektől több helyen bevezették mind a betét, mind a hiteloldalon a kamatplafont. Azaz egy bizonyos növekedésnél többet a bankokban nem tudtál elérni a befektetéseden, valamint a bank sem kérhetett tőled többet a hiteleknél. Ez a szabályozás viszont semmit nem mondott a kamatfizetés gyakoriságáról. A kamatos kamatnál már láttuk, hogy minél gyakrabban történik a kamatfizetés, az olyan, mintha magasabb éves kamat lett volna felkínálva. Így eleinte féléves, majd havi kamatfizetést is bevezettek mindenhol. Miután ez elterjedt, az egyik szemfüles cég bevezette a folyamatos kamatozást. Azaz, mintha a kifizetések folyamatosan és egyenletesen jönnének egész évben. Ezt mutatja meg a logaritmikus hozam. A kamatos kamat képlete már ismerős.
Mondhatnád, hogy ez nagyon sok számítási feladatot, meg más munkát igényel, elvégre itt az M a végtelenhez tolt. Tehát végtelenszer kéne elvégezni ezt a műveletet. Ezt viszont okos emberek már nagyon is leegyszerűsítették a határérték számítással. Ha M a végtelenhez tolt, azaz tetszőlegesen kicsi időközönként van kamatfizetés, akkor ennek a számítása így néz ki. A határértéke pedig 2,718 ezred az R-ediken, tehát a kamatrátán. A 2,718 ezred pedig egy matematikai állandó, ez a természetes alapú logaritmus alapja. Becsületes nevén Euler-féle szám, így jelölése kicsi e. Tehát folytonos kamatozás mellett a kamat lábad az e az R-edik hatványon. A számítási képlet pedig hasonló lesz az eddig megismerthez. Nem kell megijedni, egyszerűbb, mint gondolnád. Az N itt is ugyanúgy az évek számát jelöli. Nézzünk rá két példát. Folyamatos kamatozással befektetted ezt a 100 000 forintodat. Az első példában egy, a másodikban 2 évre. A kérdés az, hogy mennyi pénzed lesz a végén. Mind a két példához ajánlott legalább egy magas szintű számológép használata, fejben nem valószínű, hogy fog menni. Ha megfigyeled, akkor tényleg nem egy nagy kunszt kiszámolni. Kérdezheted, hogy melyik kamatot hol tudod használni. Az egyszerű kamatnál nincsen sok dolgod, az egyszerű lekötés esetén tudod használt venni. A kamatos kamatot használja a bank mind a THM, mind az EBK megállapításánál. A logaritmikus hozam segítségével viszont pontosabban tudsz összehasonlítani két eltérő befektetést, tekintettel arra, hogy ott teljesen mindegy, hogy milyen időszakonként érkezik meg a bejövő pénzáram. Remélem tetszett ez a rész, ha igen, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként kapjál hírt a frissítésekről.